hiánypótló adománnyal érkezett Kárpátaljára a Magyar Református Szeretetszolgálat. Hálaadó Isten tisztelet Asztéban. Zán Fábián Sándor püspök a reformációról. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a Hitélet Kárpátaljai Református Egyházról szóló műsorában. Számítógépeket adományozott a Magyar Református Szeretetszolgálat a Beregszászi Járási Központi Kórháznak. A segítségnyújtás szükségességére Brenzovics László, a KMKSZ elnöke hívta fel a szeretetszolgálat figyelmét, miután tudomást szerzett arról, hogy a számítógépek hiánya veszélyezteti a kórház működését. A kórház folyamatosan kap Magyarországon és különböző jótékonysági szervezetünk segítséget. Maga az épület is valamikor a magyar kormányzat támogatásából épült föl, vagy pedig kölcsönéből, ami nem lett visszafizetve. Itt a választási kampány idején voltam, ahol beszélgettünk a kórház munkatársaival, akik elmondták azt, hogy a ukrán egészségügyi reform kötelezővé tette azt, hogy minden tevékenységet a betegek kapcsolatban komputerizáljanak, elektronizáljanak. Azonban, ahogy az nálunk lenni szokott, komputereket nem adtak hozzá, és pénz sem volt ezeknek a megvásárláshoz. Ez rendkívül súlyos probléma volt, hiszen ebben az esetben, hogyha januárig nem lettek volna meg ezek a gépek, akkor a kórház nem kapott volna működési engedélyt. És ekkor fordultunk a Magyar Református Szeretetszolgálathoz, akiknek sikerült ezeket a gépeket holland segítségből beszerezni, és már átadtuk a kórháznak. Bár az összeg nem olyan hatalmas, azonban a gyakorlati haszna az rendkívül részen így a kórháznak a működése biztosítva lett. Természetesen minden támogatás újabb igényeket szül, és hát itt még több gépre van lesz szükség. Azonban ígéretet kaptunk arra a jótékonysági alapítványtól, a Református Egyházról, hogy ezeket a gépeket beszerzik és átadják a kórháznak, így a kórháznak a tevékenysége az biztosítva lesz. Iván Málos, igazgató főorvos az átadáson azt mondta, a kórház önerőből nem tudta volna megvásárolni a számítógépeket, amelyek használata az új törvények szerint kötelező. Az új rendelkezések előírják, hogy minden osztályon és minden orvos szobájában, ahol megfordul a beteg, internet szolgáltatással ellátott számítógépnek kell lennie. Ide be kell vinni a páciens adatait és a kezelési információkat, amelyek egy közös egészségügyi adatbázisba kerülnek. Ez az adomány azért jelentős számunkra, mert a kapott gépek segítségével ezt meg tudjuk oldani. A Magyar Református Szeretetszolgálat munkája során mindig arra törekszik, hogy valóban azzal tudjon segíteni, amire szükségük van az adományozottaknak. Erről a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke beszélt. Olá István elmondta, hollandiai felajánlásokból gyűlt össze az adomány. A Magyar Református Szeretetszolgálatnak kiemelt helyszíne, támogatási helyszíne Kárpátalja, hiszen évek óta rendszeresen járunk át és támogatunk gyülekezeteket, településeket, magánszemélyeket, rászorulókat, és Brenzovics László elnök úrtól érkezett hozzánk személyesen a kérés, amikor ő ugye itt a kórházban járt és beszélt igazgatóval, akkor elmondta, hogy bizony-bizony a kórházban hiába vannak a számítógépeknek, és erre óriási nagy szükség lenne, hiszen költségvetési pénzük nincs arra, hogy ezeket a gépeket megvásárolják, viszont a kórháznak a fennmaradásához, a létéhez szükségük van ezekre a gépekre. Adatfelvételhez, betegfelvételhez, nyilvántartásokhoz nagyon-nagyon fontos lenne. Viszont ugye nincs meg az anyagi háttér, és amikor megkaptuk ezt a levelet, akkor ugye a munkatársakkal leültünk, hiszen vannak lelkes munkatársaink, akik ráadásul van olyan közöttük, aki innen származik, és egyből kezdtünk gondolkozni, imádkozni, és természetesen, hiszen az is hozzátartozik az életünkhöz, és gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet segíteni, megoldani, és ugye kiterjedt kapcsolataink vannak hála Istennek a Szeretetszolgálatnál, és ugye egy holland kapcsolat révén, akiket mi megkerestünk ezzel a kéréssel, hogy itt ilyen szükség van, számítógépekre lenne szükség, használt számítógépek, jó állapotban lévő számítógépekre is pontosan elégségesek erre a célra, és egyből kaptuk a választ a megkeresésünk után, hogy természetesen akkor ők az ügy mellé állnak, és örömmel nekiállnak gyűjteni gépeket.
ami sikerült is, és most ezen a mai napon összesen 20 darab komplett jó minőségű számítógépet adhattunk át, és 40 darab monitort. Ugye itt a megkeresésben 80 darab gépről volt szó, hát körülbelül a 80-nak egy harmadával tudunk most segíteni, de úgy tűnik most a lehetőségeinket mérlegeltük, és a kapcsolatainkat is megmozgattuk, amennyire lehetőségünk engedte, hogy ezt a maradék mennyiséget is, hogy a teljes 80 darab gépet akkor hamarosan el tudjuk juttatni a kórház számára, reménység szerint év végéig, de mindenképpen belátható időn belül, és támogatjuk ezt a munkát, hiszen azt látjuk, azt tapasztaljuk, ahogy most beszélgettünk is igazgatóra, hogy óriási szükség van ezekre a támogatásokra valóban, hiszen források nincsenek, anyagi lehetőségeik nagyon szűkösek, végesek az itteni intézményeknek, ezért minden támogatás nagyon nagy segítséget jelent számukra, úgyhogy mi pedig örömmel állunk az ügy mellé. A szeretett szolgálat által eljuttatott adomány összértéke meghaladja a 500 000 forintot. Az adományozók küldöttsége Beregszánsz után a Nagydobronyi Református Líceumot kereste fel, ahol nagyértékű konyhai eszközöket ajándékoztak az intézménynek. Azt gondolom, Nagydobrony itt Kárpátalján egy fontos település a Magyar Református Szeretett Szolgálat életében, hiszen itt ugye köthető a református gyülekezethez egy olyan cigány gyülekezet, amely működik, és annak a leégett imaházát például segítettük, támogattuk az újjáépítését, úgy tudom, ez az újjáépítés még folyamatban van. Azon túl ugye az itt a Nagydobronyban lévő leányotthont, árva gyermekotthont is támogatjuk nagyon sok mindennel, akár ebben az évben kazán beszerzéssel segítettük, és egyéb más adománnyal is, élelmiszer adományokkal is a leányotthonnak a működését, és ahol most vagy ugye a Nagydobronyi Líceum, ahol ugye gyermekek tanulnak, tanulmányokat végzik, itt pedig most ezen a mai napon az itteni étkezdének adtunk át tányérokat, poharakat, különböző étkezéshez szükséges eszközöket, amellyel az itteni konyha működését támogatjuk, hiszen azt hallottuk, az az információ jutott el hozzánk, hogy nagyon nagy szükség van ennek a több száz gyermeknek az étkeztetéséhez. Folyamatosan új, hát nyilván ezek fogyó eszközök, új tányérokra, poharakra, eszközökre, és ebben próbálunk most segíteni, támogatást nyújtani, hogy ezzel is segítsük az intézménynek a munkáját, hogy akkor ne kelljen megvásárolni, hanem ezt most adományba tőlünk most megkapták, és én úgy láttam, hogy a gyermekek nagy örömmel fogják majd fogadni, és reméljük, hogy nagyon jó ízű ételeket fognak majd ezekből a tányérokból elfogyasztani itt a Líceum falai között. Egy olyan adományozó keresett meg bennünket, aki egy személyes kapcsolat útján jutott el a szeretett szolgálathoz, az egyik munkatársunkat megkereste, hogy van neki egy olyan ingatlan a használaton kívül, ahol valamikor egy konyha működött, illetve egy étterem volt, és azt mondta, hogy az ottani megmaradt konyhai eszközöket, tányérokat már úgysem tudják hasznosítani, viszont ezek olyan jó minőségű edények, hogy vétek lenne kidobni, ezért azt mondta, hogy hát, hogyha van valahol olyan hely, ahol a szeretett szolgálat látja, hogy lehetne még ezt hasznosítani, akkor ezt nagyon örömmel felajánlaná. Nekünk meg elsőre így Nagydobrony jutott eszünkbe, és amit itt tapasztaltunk, láttuk, tudtuk, hogy szükség van ezekre a tányérokra, étkezési eszközökre, és most ezt át is adtuk az itteni intézményvezetőknek. Mint kiderült, az intézménynek több okból is szüksége van konyhai felszerelésekre, főleg az étkészletek folyamatos pótlására van szükség. Az iskolában fogyóáru az étkészlet, nem tudom, hogy csinálják a gyerekek, de a tányérok azok állandóan törnek, a poharak szintén, a kanalak, villák elvesznek, évente egy olyan 30-40 darab villát, kanalat kell pótoljunk. Úgyhogy mindenképpen nagyon örülünk neki, hogy a református szeretett szolgálat ránk gondolt. Nagyon hasznosak ezek a dolgok. Ukrajnában ilyen minőségű étkészleteket nem is nagyon lehet kapni, vagy ha lehet, akkor nagyon drágán. A diák létszámunk is megnövekedett 2 évvel ezelőtt. Ezelőtt körülbelül 130-an voltunk, most 170 fölé ugrott a diák létszám, úgyhogy szükség volt a régi étkészleteket kipótolni emiatt is, meg hát az elhasználódás miatt is. A szeretett szolgálattal különben régóta fennálló kapcsolatunk van már.
Nagyon sok mindent ők szállítanak számunkra, amire szükség van. Többek között iskolapadokat, székeket, pingpongasztaltól kezdve. Volt már olyan, hogy takarítógépet hoztak. Úgyhogy nagyon sok szükségünket tölti be a Magyarországi Református Egyháza szeretett szolgálaton keresztül. A helyi viszonyokat jól ismerik a szeretett szolgálat munkatársai. Vannak olyanok is, akiknek személyes kötődésük van az intézményhez. Én gyakorlatilag azt is mondhatom, hogy hazajárok ide. 97 és 99 között két tanéven keresztül egyháztörténelmet tanítottam. És ha jól emlékszem, utána még az ungvári egyetemista ifjúsági körben még az igazgatónőt is nem tanítottam, hanem ott, mint lelkipásztor, és ő akkor még diák volt. Úgyhogy hazajárok. Nagyon fantasztikus fejlődésen ment keresztül ez az intézmény. Én akkor tanítottam itt, amikor ezeknek az épületeknek csak körülbelül a 20% területe volt meg. És az a hit, az a szeretet, amivel ez a gyülekezet fejlesztette, ápolta, gondozta ezt az iskolát, az a fajta elköteleződés, ami Magyarországra is mutat, példát ad, ez az én részem is lett egyébként, és megtiszteltetésnek érzem azt, hogy támogathatjuk ezt az intézményt. Úgyhogy bízom benne, hogy még jövünk, úgyhogy vissza fogunk jönni. Aki segíteni szeretné a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány tevékenységét, a 1358-as telefonszám tárcsázásával hívásonként 500 forinttal támogathatja a szervezet munkáját. Következő helyszínünk Asztély, ahol a felújított templomért és haranglábért adtak hálát. Majd Zám Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöge beszél a reformációról. A felújított haranglábnál tartottak hálaadó Isten tiszteletet Asztélyban. A Kárpátaljai Református Egyház ingatlanjainak felújítása 8 évvel ezelőtt kezdődött magyarországi támogatásoknak és a helyi hívek gyűjtésének köszönhetően. Mára megszépült a parókia, valamint a templom és az egykor romos harangláb is. Nagy álmunk vált valóra a felújítási munkálatokkal. Kicsivel korábban kezdődött ez a felújítás, aminek az ünnepségé most együtt lehetünk. 2012-ben indult el, akkor, mint ahogy a beszámolóban el is mondtam már az istentiszteleten, a parókia két első helységét nyitották egybe, és akkoriak talán még nem is tudták, nem is sejtették, hogy mit indítottak el vele, de tulajdonképpen kezdetét vette egy ilyen nagy felújítási munkálat, aminek eredményeképpen itt lehetünk ma. Az építkezés, a felújítás az fokozatosan történt évről évre. Volt olyan év, amikor nem történt semmi, de létrejött egy olyan ima közösség, amely motorja ma is a gyülekezetnek, akikkel két hetente találkozva együtt imádkozunk azért, hogy ezek a munkálatok ne csupán külsőleg hozzanak bármilyen változást a gyülekezet életében, hanem sokkal inkább belsőleg is, mert minden egyes felújítási projektnek ez lenne a célja, hogy ne csupán a külső épületek, az ingatlanok épüljenek meg, újuljanak meg, hanem legyen valami belső változás a gyülekezet életében is. Szánjátok oda testeteket Istennek szent, stetsző áldozattal, és újuljatok meg lelketek és elmétek megújulásával. Ezzel az igei üzenettel tartott prédikációt Zám Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke a hálaadó Isten tiszteleten. Az asztélyi gyülekezet nem nagy gyülekezet, de egy erős közösség. A templomáért már évekkel ezelőtt elkezdett szorgoskodni, dolgozni. Több ütemben újították meg a templomot. A tetőfelújítás volt az első, külső, majd belső felújítás. Így a mai napra egy szép templom áll előttünk, és ami nagyon örömteljes, hogy alig volt egy-két üres pad. Tehát az emberek járnak templomba, ezért fontos a templom, ezért újulhatott meg a templom. Én hálás vagyok azért, hogy ez a régi otthona a gyülekezetnek ma az állagát megőrizve újra az Isten dicsőségét hirdetheti, és szolgálhatja azt a helyszínt, ahol az Isten műhelyében az emberi szívek is formálódnak.
Az elmúlt időszakban nem csak Asztélyban, hanem számos más településen is sikerült felújítani az egyházi ingatlanokat. A reformáció kora után valószínű, hogy akár 100 évig is nem volt október 31-e ünnep, és nem tartottak valószínű, hogy a reformáció kezdetekor még ünnepi istentiszteleteket. De ahogy telt múlt az idő, egyre inkább érezték már a hatását a reformációnak. Azokat az áldásokat, amit a reformáció által, a reformátorok által ajándékozott Isten ennek a világnak. És így lett ez ünnep, hogy a tudomány, a különböző művészetek, maga a Szentírásnak a középpontba kerülése, az, hogy a Szentírás üzenete az egyszerű ember kincse lett. Azt ünnepeljük mi reformátusok, ezeket a dolgokat, hogy szabadságot kapott a felfedezés, a tudomány, elkezdett egészen más irányba haladni és fejlődni a világ, aminek egy szóban ez az értelme áldás. A reformáció áldás lett, és ezt az áldást köszönjük meg, erre tekintünk vissza, és ezért könyörgünk a jövőbe. A reformáció emlékünnepén az prédikációk, az emlékbeszédek, azok, ahol én eddig jártam és hallottam, mindig megütik az önkritika hangját is. És én ennek örülök a legjobban, amikor látom azt, hogy az emberek nem elfogultak, és azért, mert ő protestáns, református, nem lenéz valakit, aki nem az, hanem látja, érzi azt, hogy az ő életében is szükség van nap mint nap a megújulásra, az Isten igéjének, szent lelkének a megújító hatalmára, erejére, jelenlétére, a Szentlélek személyére, hogy ott legyen a szívünkbe. És én úgy gondolom, hogy ez adja az ünnep értelmét. És amikor egyszerű gyülekezetben egy ige hirdetés hallok, és ott van maga a gyülekezet életnek is egy kicsit az átvilágítása, ha kell, akkor a megkritizálása, és ebben ott a megújító és a megjobbító szándék, akkor azt mondom, hogy a reformáció folytatódik. Október 31-én nem csak azért, mert annó egy nagy katolikus ünnep előtt tűzte ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára a vitatételeket, de valahol ott van egy másik fény. Nem egy olyan fény, amit a temetőben gyújtanak, és nem egy olyan feldíszített kis virágos kert, amit néhány nap múlva talán a fagyjá fog pusztítani, hanem ott van az ige csokorba szedve, ott van az ige világossága. És nem ma a 21. században mi nem ellensúlyozni akarunk a reformáció megünneplésével, hanem újra hálát adni érte, újra megélni, és úgy megélni, hogy az a jövőben is egy olyan vágy legyen az emberi szívben, ami életre vezet, életre buzdít és megújulást ad családban, gyülekezetben és akár az egész nemzet életében. Én fontosnak tartom, hogy bár nincs munkaszüneti nap, de Kárpátalján minden református egyházközségben, akár délelőtt, délután, rendes vasárnap istentiszteleti litúria szerint ünnepi istentisztelet van. És lehet, hogy ilyenkor vetődik fel
valakiben a kérdés, hogy mit is ünneplünk, és el lehet mondani. Ilyenkor előkerülnek a hitvallások, mert a reformáció az egy október 31-én elkezdődött, egy szerzetes bibliaismerete Istennek való engedelmessége által. De ennek voltak további lépései, fejleményei. És így szóba kerül a hitvallás. Így valaki előveszi a kátét. Én is ilyenkor gondolok arra, hogy mi is a második elvét hitvallásban, vagy a heidelbergi kátéban az, ami a gályaraboknak is erőt adott, és kitartásra buzdította őket. És gondolok az ősz beáltával mindig azokra a férfiakra, akit Kárpátaljáról elhurcoltak a sztálini büntető táborokba, hogy ezek az emberek tagadhattak volna, de nem tették. És miért? Azért, mert nem csak versikében tanulták meg, hogy református magyar vagyok, amíg élek, az maradok, hanem ők a szívükben, lelkükben ezt nagyon komolyan vették, és készek voltak akár meg is halni a hitükért. Úgy az ellenreformáció idejében, mint amikor más ideológia és a kommunista hatalom tiporta az egyházat és a híveket, alázta meg és gyalázta meg az itt élő embereket, mégis megmaradt. Hálát adunk neked, Urunk, a már megszületett gyermekekért, és azokért is, akik még ott vannak az anyaméhben. Te viselj gondot ezekről a pici életekről, és te segíts megértetni, Urunk, a mi népünkkel, hogy az igazi áldás a nagy család, ahol egyik testvér számíthat a másikra. A legtöbben a te áldásodat ma már pénzben, anyagi jólétben mérik, és elfeledkeznek arról, hogy az áldás a tőled jövő élet, mely drágább mindennél. Ez a megmaradás, ez nem csupán emberi kitartás, hanem Isten adta az erőt, hogy kitartsanak az emberek. És ő tartotta meg a Kárpátai Református Egyházat gyülekezeteiben, családjaiban. És én úgy hiszem, hogy a mi megmaradásunk is ugyanígy van a családokban is, a gyülekezetekben. Ezért minden istentisztelet családi alkalom is, és minden istentisztelet az Isten népének az együtt imádkozása, könyörgése. És a reformáció ezt hozta el, hogy mindenki olvashatja, hallhatja az Isten igéjét, és ami nagyon fontos számunkra, és főleg akkor fontos, amikor úgy érezzük, hogy veszélyben van. A reformáció elhozta az anyanyelv igehirdetést, és számunkra Kárpátalján ez nagyon fontos dolog. Akkor is, ha még ma azt mondják, hogy az egyházakat nem bántják, a nyelvtörvény nem érinti a kárpátaljai reformátusokat, vagy történelmi egyházakat, viszont mi azt látjuk, hogyha az ellenségnek sikerélménye van, akkor megjön az étvágya. És ilyenkor még inkább érezzük azt, hogy meg kell köszönni minden napot, minden áldást, minden megtapasztalt isteni kegyelmet. És úgy kell a jövőben nézni, hogy nagyon sok minden lehet még a miénk, de azért köszönetet és hálát mondunk, amit már megéltünk. A jövőbe pedig reménységgel tekintünk, mert egy kis wittenbergi szerzetes embernek a gondolatvilágából, az Isten akaratának való engedelmességéből nagy áldása lett a világnak a reformáció. És itt is pici kezdetből, kicsi dolgokból is lehetnek nagy dolgok, nagy csodák, ami Isten számára lehetséges, és ebben a hitben éljük meg a reformáció emlékünnepeit is, meg maga a reformátusságunkat. Minden reformátusnak azt kívánom, hogy legyen biblikus, hívő élete, és tartson ki a Biblia tanítása mellett, és ne felejtse el, egyedül Krisztus által van üdvösség, a hit által.